közgyűlés döntése nyomán bővült az önkormányzat által adományozható kitüntetések sora a Sztálinváros utolsó Dunaújváros első szülöttje címmel. Az elismeréseket pintértemes polgármester személyesen adta át a Kortás Művészeti Intézetben az érintetteknek Deák Nóra intézményvezető köszöntője után november 25-én. Nagyon nagy öröm számomra, hogy ezen a napon itt állhatok önök előtt, és Beszélhetek arra, arról a nagyon fontos eseményről, amely városunkkal esett meg 70 és 60 évvel ezelőtt. Mint önök is tudják, 1951-ben hatalmas nagy Csinnadrattával a propagandagépezetet, az akkor itt mindent beizzítva, megépült, szántóföldeken, kukoricásra építve szeretett városunk. Akkor, egy könyvet is, ami itt most a múzeumunkban van, megtalálható benne egy bejegyzés, amiben városunknak az akkori lakói kérték azt, hogy nevezzék el a szocialista bölcsvezéről, Sztálinról városunkat. És tudhatják önök is, hogy mekkora önállóság volt ebben a kezdeményezésben, és mennyire volt ez a szótlakoknak is akkor az akarata, hát semennyire. De mégis tíz évig aztán városunk, Szálinváros nevet viselte a diktátorait, akit aztán 1961-ben igyekeztek ledobni magukról az itteniek. Igyekeztek, hiszen akkor már volt egy lehetőség is, Stálingrádot, is nevezték, illetve már az akkori diktátornak már nem volt annyira nagy neve, és igyekezték ezt itt városunkban is elfelejteni. 61-ben már nem volt akkora erő, amivel ezt megreklámozták, de a párt tanács, illetve a városi tanács közös akaratával elnevezték városunkat várossá. Volt persze több név is, amit kitaláltak akkor, lehetett volna Vasvárad, Dunavasvár, Acélváros vagy Kóhászváros, de végül egy bejegyzésbe, a magyar közlönybe, egy csöndes bejegyzésbe Dunai várossá nevezték át szeretett városunkat. 60 évvel ezelőtti múltunk, viszont mostanra kőkemény történelem. Mindannyian nagyon büszkék vagyunk erre az elmúlt időszakra, és azokra az emberekre, akik minden erejüket megfeszítve azon dolgoztak, hogy városunkból egy szerethető élettér legyen az otthonuk. városnak nagyon gazdag történelme van, és én nagyon fontosnak tartom, hogy a lokál patriotizmusunkat erősítsük, és minden lehetőséget megragadjunk arra, hogy elmondjuk, hogy igenis olyan emberek építették ezt a várost, akik mindent megpróbáltak megtenni azért, hogy mi ma már itt boldogan élhessünk. És azok az emberek is, akik a történelem részei, úgymond, a mai napon szeretném őket itt köszönteni. Mert hogy megpróbáltuk a mi lokálpatriótozmusunkat úgy is erősíteni, hogy előkerestük azokat az embereket, megkerestük, azokat, akik az utolsó napján születtek még a városunk átnevezése előtt, tehát még Sztálinvárosba, és az első napon, itt november 25-én Dunajvárosban születtek már meg. November 24-én ketten születtek, és november 25-én már új név, városunk új nevével, itt hatan születtek meg. Sajnos közülük ketten már nem élnek, viszont én nagyon nagy, köszön, nagyon nagy szeretettel köszöntöm körünkbe azt a három urat, akik elfogadták a meghívásunkat. Miután a polgármester átadta a díjakat az érintetteknek, stábunknak lehetősége volt beszélgetni Stálinváros utolsó és Dunaújváros első szülötteivel is. Mint azt Balog Imre elmondta, rendkívül jó érzés volt számára az önkormányzat megkeresése. Meglepődtem rajta, mert mondom, hát mi akar ez lenni, és akkor elolvastam. Mondom, legalább ennyi előnyöm legyen belőlem, mondom, hogy én voltam az utolsó Sztálinvárosi, nagy örömmel fogadtam és köszönettel. Torma Zoltán úgy fogalmazott, gyermekkora óta tisztában volt azzal a tényel, hogy az első között anyakönyvezték Dunaújvárosban. Hozzátette, élete minden évét a településen töltötte. Meglepetésként ért. Holott tudatában voltam ennek, de hát mondjam azt, hogy eddig semmiféle jelentőséget én ennek nem tulajdonítottam, hogy én ekkor születtem, mert ez úgy gondolom egy külső tényező. Ez elsősorban a szerencsén, meg a külső tényező múlott, hogy ez így adódott. Gyerekkorom óta tudtam ezt a témát, ugye édesanyám elmondta, tehát számomra ez nem meglepetés, hogy annyi éves vagyok, azt szoktam mondani, mint maga a város. 60 éves. Belegondolva, hát... Hosszú idő. De a másik, az ember, ha belegondol ez alatt a 60 év alatt, hogy mi történt vele, hát egy, egy élet. Itt végeztem az iskoláimat, itt éltem mind a 60 évemet, 40 évet egy helyen dolgoztam, ma egy éve, hogy nyugdíjas vagyok, hál' Istennek. Úgyhogy szép az élet, amit nagyon kívánok, családom és magam számára jó egészsége. Mivel a városnak meg azt kívánom, egy letűnt korszaknak a május elsőjén elhangzott mondatával élve, ami úgy hangzott, éljen és virágozzék szeretett városunk, Dunahui város. Haskó Albin azt mondta, egy ismerős révén tudta meg fiatalabb korában, hogy az új névre keresztelt település első szülöttei között volt. Hát ugye ez, hogy 61-11-25, ez, ez ugye az nyilvánvaló volt, és a, a, a könyvekbe, a Miskolci Miklósnak a, a Velem üzennek című könyve, illetve van neki még egy könyve, a, a Város lesz csak azért, és nekem mind a kettő megvan, és ebbe, ebbe volt adat erről, hogy, hogy ekkor lett Dunai illetve nekem e, rokonom dolgozott az anyakönyvi résznél a Csüssziben még valamikor, és ő, ő mondta, hogy hozzáfért ezekhez az adatokhoz, és mondta, hogy hát én az első között vagyok, akik anyakönyvezve lettek. E, valaki kérdezi, hogy én hol születtem, ugye én már nem Dunai Városban és mondom, hogy én Dunajvárosból születtem, és akkor mindig el szoktam mondani, hogy engem majdnem az első között Dunajvárosi születésűként. És erre büszke vagyok. Az ünnepséget követően Vég Árpád dizájnteoretikus, a Lechner Tudásközpont dokumentációs központjának építészettörténésze összegezte Weiner Tibor, Dunaujváros egykori főépítészének magyarországi munkásságát a Város és Alkotója című eseményen.